És akkor egy mágikus gesztussal már is a stúdióban Csupé Balternő. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz. Szervusz. Nos, hogyan jutottál a színeszobroktól, végülis egy szerves és természetes anyagtól a TV készülékig? Hát nekem a fő csapásom ugye a szerves szobrászat, mármint formailag a szerves szobrászat. Most ebben az esetben, hogy a széna még jobban a segítségére siet, és ugye segített megoldani ezeket a nagy formákat. Ez egy másik történet. Mondom, visszatérve a szobrászatomra, ez a fő csapásom, és keresem a formák analógiáját a természet és az ember között. Hát most hát a művészet az egy olyan dolog, hogy végül is én egy alkotó vagyok, és minden, ami megérint, azt lereagálom. Így a tévénézés is megérintett, és lereagáltam. Én nem megyek a divat után, nem keresem ezeket a hullámokat, amik viszik az embert, aztán megy. Én általában mindig egy ilyen külön állok a tömegtől, külön állok a divattól. De ami megérint, azt lereagálom, és egy ilyen volt a tévémánia, a tévénézés. Ami... De a tévénézés mindenkit érint, és érdekes módon, vagy talán éppen emiatt nagyon kevesen tematizálják, mármint a művészekről beszélek. Hát itt úgy tudom, hogy ehhez a témához nem is nyúltak. Említették annak idején, mikor neki fogtam, hogy hát persze nem John Pike, meg nem tudom ki, hát ő videóinstallációkat csinált, meg igen, egyéb dolgokat. De a tévét, maga mint tévét nem érintette senki. Mint formát, meg mint jelenséget. Nem érintette, mert maga a tévé egy médium, ugye közvetít valamit, és ugye én pedig itt a mondani valóját bontom meg, átalakítom a tévének a jelentését. Valamilyen formában tárgyasul maga a médium, láthatóvá válik az, amit nézünk gyakorlatilag nap, mint nap. Talán emiatt izgalmas. Most arra kérdeznék rá, hogy mi volt az elképzelés, hiszen majd látni fogunk egy másik bejátszást is, ahol a konkrétan meg lehet nézni, hogy mi az, amit a tévével műveltél. Különböző stádiumaiban látjuk a tévét. Milyen koncepció szerint? Vagy hogyan nyúltál hozzá, mint témához? Maga a tévémánia hogyan született, vagy... Igen, igen. Hát engem is érintett ez a társadalmi jelenség, az, hogy tévénézés. És hát ez egy bosszantó, végül is, hát összefoglalva a legvégén oda jutok, hogy ez egy, mint minden az életben, jó és rossz is. Csak kell tudni használni ezt a tárgyat, a tévét, mivel a távkapcsoló a kezünkben van. És minden jó és rossz, csak kell tudni. Az arány kell megtalálni, a harmóniát. Valahol olvastam, hogy 6 éven keresztül dolgoztál ezen a projekten. Hát igen, mert párhuzamosan mást is csinálok. Nem szoktam csak egy dologra ráállni, hanem ez ment külön, érleltem magamba, és persze rengeteg munka van benne, még ezeket megvalósított, több mint 30-35 tárgy van, ami sok munka van. És az alap, az tulajdonképpen itt tévékészülékek, többnyire régi modellekről van szó. Fadoboz, mindnyájunk retinájára ráégett képek, igen, vagy oldalt buherálható gombokkal. Honnan sikerült szertelni ennyi készülékre? Hát ez végül is elég egyszerű, de munkás dolog. Volt, mikor elég sok energiába került, hogy begyűjtsél padlásokról, nem tudom, ismerősöktől, tévészerelőktől, ott mikor hazahozták. Aztán most, hogy megtudták, mindenki hozna egy tévét. Aztán van egy komoly raktáron, most nyersanyag van, úgyhogy ezzel nincs gond. Nem csak Kolozsváron, hanem Franciaországban is elvittétek a tárlatot. Milyen tapasztalat volt Toulouse-ban kiállítani? Hát mindenhol nagy siker jellemezte, de végül is a Toulouse-ról beszélve, hát annyit mondhatok, hogy az ottani jelzések, mert aztán eljöttem, egy hetet voltam, hogy megnyitottam a kiállítást, egy-két napot még ott voltunk, aztán visszajöttünk. Hogy 3-4 nap alatt több mint 4000 ember látogatta meg. Ez egy szerencsés helyen is volt, ahol egy ilyen kultúrcentrum, kultúrközpont, ez a Midi-Pireneusoknak, ennek a régiónak egy ilyen kultúrközpontja. Nekik nem elsődleges a képzővészet, de ha csinálnak valamit, akkor komoly eseményeket csinálnak állítólag. Hát 3-4, vagyis pontosabban 5-6 kiállítás van egy évben. De általában neves emberek kerülnek oda. Én no-name voltam, ugye. Megtetszett nekik az ötlet,
előbb úgy volt, hogy szénaszoborral érkezem, aztán ez jött össze elsőből. Én nem zárja ki azt. Most kulturális közegről beszélünk. Nyilván, hogy ilyen szinten is rálátásod van, hiszen az egyik projekted az a Music Pub volt, erre is nagyon sokan emlékeznek, számtalan rendezvény van a hátad mögött. Hogyan látod, mondjuk lehet, hogy nem lehet összehasonlítani Toulouse-t Kolozsvárral, de mégis két különböző befogadó rétegről van szó, vagy közönségről. Milyen szempontból mi volt a tapasztalatod? Mennyire működnek ők másként? Hát elsősorban most kortárs művészetről beszélünk. Igen, hát maradjunk a kortárs művészetnél. Azért nincs hagyománya, nem keresik, nincs közönsége. Mármint Kolozsváron. Mármint Kolozsváron, aki ezt meg is tudja fizetni. Ugye egy művész ugyanúgy meg kellene éljen, mint egy orvos, mint egy mesterember, neki is meg kellene legyen a társadalomban helye, és nem kell, ne kelljen kompromisszumokba ugye, bocsátkozzon, és keressen más kiegészítő tevékenységet. Hát ezt itt nehéz megcsinálni. Itt nehéz megcsinálni, nagyon elszánt kell legyél, és higgyél abban, amit csinálsz. És említettem a Music Pub-os előéletedet, most magyar felesen laksz. Teljesen kivonultál a kolozsvári életből? Volt. A Music Pub meg egyéb szórakozó hely, meg tudom is én. Hát rengeteg dolog, most nem lenne időnk, egy hét kellene, hogy ezt felsoroljam. De végülis úgy éreztem, hogy akartam, az egy periódus volt, mikor ha a kultúráról beszélünk, egy alternatív kultúrát ugye bevezetni ebbe a városba, amiben mondhatom, hogy pionír munka volt. Azt követi most az ecsetgyár, meg minden egyéb, ezek annak idején ilyen, tényleg ilyen úttörő munkák voltak olyan. Hál' Istennek, hogy lett követése, követője, meg minden ennek a mozgalomnak. De nekem az életem egy rész volt, azt úgy érezem, hogy befejeztem, és nem kívánok többet nem kívánom azt folytatni. Mikor befejeződik valami, akkor újat kezd el. És annyi dolgom van még az alkotással, hogy így se tudok, hát befejezni nem lehet semmit, ugye, mert rengeteget kellene ahhoz élni, és meg akkor se lehetne, mert még több és több információ jönne le. A másik pedig, hogy a város ugye elsat nyúlt, nem szeretem amilyen, meg szűkké vált számomra, és ezért inkább egy világot alapítottam ott magamnak kint, amit megosztok másokkal is, ha igényük van rá. Bármivel, bárkivel, ugye, mert semminek sem lehet örülni, ugye egyedül meg kell osztani ezeket az örömöket. És ez most egy örömforrás, egy oázis számomra is, akik ezt felkeresik. Általában ezek a visszajelzések, hogy itt nincs idő, megszínik az idő, csendoázisa, harmónia, és ezek jönnek vissza, és ez jó érzés, hogy ezt egy alkotásként kezelem, és hogyan látják a helybéliek az ott léted? Hát szerintem szeretnek, úgy érzem. Szerintem szeretnek, és meg vagyunk egymás mellett. Örülnek neked, nem, nem zavarjuk egymást. Nem tudom, mennyire értik meg, egyesek jobban, de szerintem szeretik. Arról meséltél, hogy párhuzamosan dolgozol. Mi az, ami most éppen terítéken van? Hát most így nem tudnám megnevezni mindazokat, amiket készítek. Hát úgy a szerves szobrászattal foglalkozok, mind úgy konceptuális művészettel. Szóval csak ezt a két extrém dolgot nevezem meg, két szélső, egymástól távol eső dolog. Ami jön, rengeteg információ jön le az univerzumból, jók a kapcsolataim, és hát amit bírok, megcsinálok, amit nem csak feljegyzek, vagy elengedem őket. Érdeklődve várjuk a következő kiállításot, köszönöm szépen, hogy befáradtál. Nézzünk meg még egy részletet az előbb bemutatott filmből. Én mára köszönöm figyelmüket, találkozunk jövő kedden, viszontlátásra. Yeah.
În încheiere, dragi teleportați, după atâta vizionare, vă invit la o meditație cu ajutorul acestui televizor meditativ sau zen. Este o grădină japoneză uscată, cum puteți vedea. Și mulțumesc că ați fost alături de mine. Thank you.